Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus. A Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. Ebben a műsorban a lélek dolgairól gondolkodunk, ismereteket szerzünk és bővítünk, a lelki jelenségekre is odafigyelünk, és mindennek eszmei alapját a Szentírás jelenti, mégpedig jelen esetben a rómaiakhoz írt Szent Páli levél, amit folyamatosan olvasunk sorozatként itt a Lélekemelőben. Új fejezethez érkeztünk, a 7. fejezet következik, és ennél a pontnál megállva fontosnak tartom az új kezdetnek elemzését is. Figyeljünk fel arra, hogy milyen lehetőségei vannak életünkben az új kezdetnek. A születés új kezdet, hiszen egy új emberi élet jön a világra. Lelki értelemben, keresztény értelemben a keresztség az, amely megadja az újrakezdés, az új kezdés lehetőségét. Amikor valakit kisgyermek korában keresztelnek meg, akkor nyilvánvalóan szinte egybecseng a testi születés és a lelki születésnek a nagy lehetősége. Különösebben az emberi személyi fejlődése szempontjából, vagy a tudatosság szempontjából itt még nem különböztethető meg az új kezdésnek az esete, amikor szinte a születéssel együtt, a testi, evilági születéssel együtt történik a lelki születés, az isteni életre való megszületés, amit egyébként lehet új életállapotnak nevezni, hiszen a keresztség által a megkeresztelt ember elszakad a megromlott és meggyengült emberi természetnek tökéletlenségétől, és az isteni életre, a természet fölötti életre lesz hivatott. Amikor felnőtt korban keresztelkedik meg valaki, akkor ebben a tudatosság már valóban egy minőségileg és az emberi élet döntéseit meghatározó új lehetőséget jelent, és a keresztség az új élet, az új kezdetnek a kapuja és megoldása lehet. Amikor egy új év kezdődik a polgári év szempontjából, akkor nyilván megint csak gondolunk az új kezdetre, ezért is nevezzük az új év napját ezzel a kifejezéssel, hogy új esztendő, új év, tehát új esztendőben, új szívekkel élhetjük az életünket, és reménykedünk abban, hogy ez az új kezdet újabb lehetőségeket hoz az életünk dolgaiban. Egyházi értelemben, a liturgikus esztendő szempontjából az advent jelenti az új kezdetet, az új liturgikus év kezdetét. A katolikus kalendáriumban advent első vasárnapja valójában a liturgikus esztendő új napja és új év kezdő napja. Így tehát az adventi időszak olyan előkészületet és olyan új kezdetet jelent, amely ugyancsak hordozza a reményt az ember lelkében arra vonatkozóan, hogy az új élet és az új év lehetőségei az ember számára is megújulást hoznak. Amikor valami új dologba kezdünk, mindig szerepet játszik a reménység az életünkben. Reméljük, hogy az új lehetőség, az új időszak, egy új feladat megkezdése többé, jobbá
értékesebbé tesz bennünket és teszi az életünket. Az adventi idő mindig a reménység hordozója és a jövőbe tekintés, az új lehetőségek megkezdésének időszaka, bár sajátosan a hívő ember adventben háromféle módon, vagy hármas szempontból reménykedik, és kezd valami újat, felelevenítünk egy történelmi várakozást, amikor az emberiség várta a létének a megújulását, várta a messiást, várta az üdvözítőt. Adventben ezt a történelmi várakozást és ezt a hosszú évszázadokig tartó reménykedést éljük át a megváltó első eljövetelének szempontjából. A megváltó eljött a keresztény hitünk szerint Jézus Krisztus személyében, megígérte a mennybe menetele előtt, hogy velünk marad minden nap a világ végéig, de ugyanakkor a második eljövetele is számunkra a várakozás forrása. Reménykedünk a második eljövetelében, amely nem csupán az ember evilági életének minőségi változására ad lehetőséget, hanem az egész teremtett világ végleges állapotba jutására ad lehetőséget, vagyis az az isteni szándék bontakozik ki a világban és a teremtett világ egészében, hogy örökké az Istennel lehetünk, hogy már nem lesz semmiféle változás, hogy végérvényes állapotába kerül az Isten szándéka szerint megteremtett világ. Akik Istenhez tartozóak, akik itt e világi életükben Isten mellett döntöttek, azok örök életüket, örökké valóságukat Isten oldalán tölthetik. Akik pedig szabad akarati döntésükkel elszakadtak Istentől, vagy megtagadták őt, örök létükre az Istentől elszakadt állapotot választották, és ebben élik az örök életüket. A megváltó második eljövetele a világ végét, e világ végét jelenti, tehát nem a világ megsemmisülését, hanem az evilági állapotoknak a befejeződését, és egy újjáteremtett világban élheti az ember, az emberiség a végtelen és immár az örökké valóságba kapcsolódó létét. Adventben ezt a második eljövetelt is szem előtt tartjuk, erre is várakozunk. A katolikus szentmise minden alkalommal ébren tartja, és kimondottan is, és szavakba foglaltan is megvallja a várakozásnak a reménységét, amikor a szentmisében az úrfelmutatás történik, más szóval az átváltoztatás cselekménye, amikor keresztény katolikus hitünk szerint közénk jön Jézus az eukarisztiában, akkor egy nép felkiáltással megvalljuk az ő második eljövetelét is. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ez tehát a második eljövetelre irányul, annak reménységében, amit a Szentírásban az apostolok cselekedeteinek könyvéből olvashatunk és ismerhetünk meg. Amikor a mennybe menetel eseménye történik, akkor Jézus fölemelkedik a földről, és az ott jelenlévők figyelik Jézus mennybe menetelét. Az olajfák hegyén történik mindez,
ott vannak az apostolok, és valamennyien egy szívvel álhatatosan együtt imádkoztak az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával, és Jézus testvéreivel, tehát az ő tágabb értelembe vett rokonságával. És aztán ebben a várakozásban már a Szent Lelket várják, azt megelőzően azonban a mennybe menetel eseménye történik, nem mondja meg Jézus a részleteket, hogy hogyan lesz az ő második eljövetele, de elköszön tőlük, átadja a missziós parancsot, és ezt mondván a szemük láttára fölemelkedett, felhőt akarta előtt a szemük elől, és amint távozását figyelik, döbbenten néznek a tanítványok az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondták, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki fölvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt a mennybe fölmenni. Tehát ugyanígy fog visszatérni, de akkor már nem rejtett módon, mint az első születéskor és az első eljövetelekor Betlehemben, hanem dicsőségben és hatalomban jön el az Isten fia, hogy megítélje a világot. Ez is az új kezdetnek, tehát egy minőségileg és állandóságra hivatott új kezdetnek a reménysége és várása, amit az adventi idő felkínál a hívő emberek számára. Az előbb említettem azt is, hogy Jézus megígérte a jelenlétét a világ végéig, és azt mondja, veletek vagyok minden nap a világ végéig. És ebben az állandó jelenlétben arra is gondol a hívő ember, hogy Jézus nap mint nap eljön. A jelenések könyvére hivatkozva egy szép gondolatot idézhetünk, amikor Jézus ott áll az emberek ajtaja előtt, és kopogtat az ajtón az ember fia, és bebocsátást kér. És aki befogadja őt, az közösségre léphet az Úrral. Tehát az Úr nap mint nap ott áll az ajtónk előtt, itt az életünk, a szívünk ajtaja az, ami szerepet játszik, és amire gondolunk. Ott áll az ajtónk előtt, és kopogtat, bebocsátást vár, és közösséget kínál fel önmagával. Aki beengedi őt, az közösségre jut az Úrral. Tehát nap mint nap megvan erre a lehetőségünk, hogy az Urat befogadjuk az életünkbe, hogy eljöjjön hozzánk, és ezáltal nap mint nap új lehetőségeket kapunk. Egyébként is minden napnak a kezdete, a reggel, vagy még inkább a hajnal, az új reménység hordozója, az új kezdésnek a hordozója. Az ünnepeket tekintve, és a konkrét karácsonyra készülve pedig elmondhatjuk, hogy a várakozás azon felül, hogy minden nap ott áll az ajtónk előtt az Úr és kopogtat, és bármikor eljöhet az ő érkezése, bármikor betérhető a mi életünkbe. Ennek megfelelően minden esztendőben az adott ünnepre is készülünk, az adott karácsonyra, hogy az Úréi legyünk, és minden karácsonykor az új Úr születését és az új élet lehetőségét ünnepeljük meg. Az adventi idő, illetve most a közös gondolkodásunk új fejezete előtt fontosnak tartottam ezt elmondani, és ezért gondoltam ezt
bevezetőként közös átgondolásra ajánlani, hogy aztán folytathassuk a rómaiakhoz írt levél megismerését, és gazdagodjunk a Szentírás üzenetében. Tartsunk rövid zenés szünetet, és megismerkedünk a 7. fejezet első verseivel. Kedves nézőink, itt a Lélekemelő című vallási műsorunkban Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét elemezzük lelkipásztori katekétikai szempontból. A 7. fejezethez érkeztünk, annak első verseit olvasom. Nem tudjátok, testvérek, a törvény ismerőihez szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. A férjes asszonyt például, amíg él a férje, a törvény hozzá köti. De ha a férje meghal, fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek minősül, ha más férfié lesz. De ha férje meghalt, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Az első 3 verset olvastam a római levél 7. fejezetéből. Már a levél kezdetén is többször elhangzott a törvény szó, és sok időt szenteltünk a törvény fogalmának bemutatására. A törvény nyilvánvalóan addig kötelezi az embert, ameddig él ezen a földön. Ezt is gyakran elmondtuk, és most is hangsúlyozom, hogy az evilági életünk az érdemszerzésnek a lehetősége. Ne csak arra gondoljunk, hogy törvények, életszabályok vezetik, vagy netán korlátozzák, vagy irányítják az életünket itt a Földön, inkább arra gondoljunk, hogy az ember a szabad választási lehetőségével addig tud dönteni, addig tud a törvény útján járni, vagy más utakat keresni, ameddig ebben az emberi életében éli az életét, amíg fennáll az érdemszerzésnek a lehetősége.
tehát a törvény szerinti élet, és ez a kifejezés, hogy amíg itt a Földön élünk, addig a törvény hatája alatt állunk, ez egyúttal az érdemszerzés lehetőségére is felhívja a figyelmünket. Nyilvánvalóan a számonkérés, a számadás, a felelősség addig kötelez bennünket, amíg ebben a világban élünk, az evilági életkörülmények között. Egyébként magától értetődő az apostolnak az okfejtése, aki az evilági élethez köti a törvénynek a szabályait, előírásait. Ezek támpontok az ember számára. Ezek kijelölik a helyes útnak az irányát. De nyilvánvalóan a törvény nem önmagáért van, és nem azért, hogy békjót helyezzen az emberre, vagy korlátok közé szorítsa az embernek a szabad cselekvési lehetőségeit, hanem a törvény az ember segítségére van. Azért kaptuk a törvényt, hogy eligazodjunk az evilági élet dolgaiban, és itt a törvény nyilvánvalóan a bibliai összefüggésekben a kinyilatkoztatott törvényre vonatkozik, bár jól tudjuk, hogy az evilági törvények is az ember javát szolgálják, kiváltképpen az emberi együttélésnek harmóniáját segítik, és azt, hogy a közösségben élő ember tudjon alkalmazkodni másokhoz, és legyenek jogaink, illetve legyenek kötelességeink, amelyekkel az együttélésünket harmonikussá tudjuk tenni. Hiszen az ember közösségi lény, társadalomban él, és kisebb közösségekben éli az életét úgy, mint a család, vagy egy munkahely, vagy egy iskolai közösség, vagy szabadon választott közösség, egy klub, vagy lehetne más egyéb példát is sorolni, említeni. A lényeg az, hogy az embert a törvények inkább segítik, mint sem, vagy legalábbis segíteniük kell, olyan törvényeket kell hozni e világi szempontból is, amelyek az ember javát szolgálják, nem pedig azért születnek a törvények, hogy megkeserítsék az ember életét, és korlátozzák a szabadságát. Az isteni törvények olyan használati utasítások, amelyek a Teremtőtől valók, igazán a Teremtő tudja azt, hogy milyen ez a világ, hogyan lehet ebben a világban jól élni, hogyan lehet ebben a világban boldoggá válni, legfőképpen pedig a meghívó szeretetnek az útját jelenti a törvény. Az ember az Isten felé haladhat a törvény segítségével, hiszen azt az utat jelöli ki az ember számára az Úr, amely segít abban, hogy rátaláljon Istenre, az ő világára, és megérezze az ember Isten szeretetét. A törvény útját maga a Teremtő Isten leegyszerűsítette számunkra, ezért küldte közénk a fiát, hogy az Isten fia kijelölje a maga személyében, tanításában, jó példájában, emberi példájában az Istenhez vezető utat. Azt mondja az Isten fia, senki sem juthat el az atyához, csak általam. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Így módon tehát a törvény az Istenhez vezető utat, vagy annak bizonyos kijelölt irányát mutatja, tehát a törvény segít abban, hogy Istennek tetsző életet éljünk. De mivel itt a földi életünkben mondhatjuk el magunkról azt, hogy úton vagyunk, hogy haladunk a cél felé, ezért, amikor már valaki célba érkezik, akkor már nincs szükség további utakra, vagy további útkeresésre, vagy jelző táblákra, vagy rendszerekre, mert az ember már
megérkezett oda, ahová elindult. Elérte az ember az úti célját. Erről szól tehát a törvény fogalma, illetve az apostolnak a buzdítása, hogy itt a Földön, ebben a világban, amíg élünk, addig van szükség a törvényre. Addig uralkodik az emberen, amíg él az ember, ezt mondja az apostol itt a 7. fejezet első versében. Sajátosan fogalmaz itt az apostol, hogy a törvény uralkodik az emberen. Ez azt jelenti, hogy valóban, ha értelmesen akarjuk élni az életünket, nem vonhatjuk ki magunkat a törvény hatája vagy hatása alól, addig a mi javunkat szolgálja a törvény, és ezért kell, érdemes és szükséges magunkat alávetni a törvénynek. Hogy ezt megértsük, hogy mit jelent a törvény hatája alatt élni, erre a házasságból hoz példát az apostol, a házastársi kapcsolat példáját mondja el, éppen női oldalról, az asszony oldaláról. Amíg egy asszonynak él a férje, addig a férjéhez tartozik, a férjének a felesége, és köteles, nem csak az asszony nyilván, hanem a keresztény értelmezésben mindkét fél köteles a hűség megőrzésére. A korabeli felfogás szerint azonban, ahol nem volt, vagy amikor még nem volt arányos ez az egyenlőség férfi és nő között, addig más jogai voltak a férfinak, és más a nőknek, tehát így lehet érteni, hogy női oldalról fogalmazza meg az asszony oldaláról a házassági hűség szempontjait az apostol, és ezzel szemlélteti a törvénynek a hatáját az ember fölött. Tehát amíg valakinek él a férje, addig az asszony a férjének a házastársa, felesége. Ha netán egy asszony más férfié lenne ez alatt, amíg él az ő férje, addig ezt a másik kapcsolatot házasságtörésnek nevezzük. Az evangéliumban is érződik az e fajta megközelítés és a női oldalról való törvény szemlélet, mert arról nem hallunk, vagy olvasunk a Szentírásban, hogy házasságtörő férfi is volna, pedig ugyanúgy vonatkozik férfi oldalról is a házassági kötelék, és annak megőrzési kötelezettsége nyilvánvalóan mindkét fél részéről egyformán kötelező, de a bibliai gondolkodás, illetve az Úr Jézus korában fennálló törvények a házasságtörő asszonyról beszélnek, és van is olyan konkrét evangéliumi eset, amikor oda visznek egy házasságtörő asszonyt, aki éppen idézőjelben téve lebukott, oda viszik Jézushoz, hogy hát tegyen valamit, vagy mondjon valamit, meg kell kövezni, szigorú büntetéssel kell büntetni, halálbüntetéssel a házasságtörést Jézus korában. És erre azt mondja az Úr Jézus, mint ismeretes ez az evangéliumi jelenet, hogy akik odavitték ezt az asszonyt, és végre akarják hajtani rajta az ítéletet, akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy az vesse rá közületek az első követ, aki közületek bűn nélkül való. Itt egyrészt férfi oldalra is áthelyezi, vagy visszahelyezi a házassági hűség kérdését, és ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy valójában egyikünk sincs bűn nélkül, tehát úgy ítélkezzünk, sőt úgy hajtsunk végre ítéletet, hogy
bennünket is kellene, hogy ítélet érjen, vagy mi sem vagyunk fedhetetlenek, tehát méltók lennénk mi is a büntetésre. Tehát ennek alázatával gondolkodjunk az adott problémáról, jelen esetben a házasságtörés kérdéséről. Ezt a példát hozza az apostol, hogy amíg valakinek él a férje, nyilvánvalóan fennáll a kötelék, a házastársi kötelék, és addig, hogyha más valakivel létesítene kapcsolatot, más férfivel élne, akkor az házasságtörésnek számít. Tehát ez a törvény, amely védi a házasságot, és ami fennáll és kötelezi a házastársakat az életükben, ez megszűnik, hogyha valamelyik házas fél meghal. Itt a példa logikája szerint a férj haláláig tart a kötelék, és amikor az asszony így módon attól a köteléktől feloldódik, vagy a kötelék alól feloldódik, akkor ha egy új férfihez megy, akkor már nem követel házasságtörést. Tehát az özvegyasszony, ha újra férjhez megy, akkor ott már újra szabadon kötheti meg a házasságot, szabadon lehet egy más férfié. Míg a házasság fennállása alatt a törvény kötelezi, a törvény érvényes, és szigorúan ítélkezik a harmadik féllel való kapcsolatról, vagyis a házasságtörésről. Ez tehát egy szemléltető példa arra vonatkozóan, hogy a törvény ebben a evilági életünkben, a földi életünkben kötelez bennünket. Addig vagyunk a törvény hatálya alatt, amíg ebben a földi életünkben élünk. De említem és hozzáteszem ismét, hogy nem csak a törvény, hanem a szabad döntés, sőt az érdemszerzés oldaláról is hangsúlyoznunk kell, hogy amíg időnk van ebben a földi életben, addig tudunk vétkezni sajnos, de addig tudunk érdemeket is szerezni. Ne csak a bűn oldaláról nézzük a lehetőségeinket, hanem a szabad ember, vagyis mi magunk, gondoljunk arra, hogy érdemeket is szerezhetünk, jobbakká lehetünk, és erényekben is gazdagodhatunk, hogyha akarunk. Erről még tovább gondolkodunk majd a mai adás harmadik részében, egy most kezdődő rövid szünet után. Kedves nézőink, a Lélekemelő című vallási műsorunk harmadik része következik.
azoknak a kedves nézőinknek kedvéért, akik most kapcsolódnak be a mai műsorba. Elmondom, hogy a rómaiakhoz írt levelet elemezzük közös gondolkodással. Itt a Lélekemelőben a 7. fejezetnél tartunk, és ma már átgondoltuk a 7. fejezet első 3 versét. Most a 4. verssel kezdve folytatom. Ugyanígy ti is, testvérek, meghaltatok a törvény számára Krisztus teste által, hogy másé lehessetek. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint élünk, tagjainkban hatottak a bűnök törvény által szított szenvedélyei, és a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban miután meghaltunk annak, ami fogva tartott minket, kikerültünk a törvény hatája alól, úgyhogy a lélek adta új életben szolgálunk, nem pedig a betű szabta régiben. Más gondolat és logikai síkra léptünk át. Az apostol először egy természetes emberi helyzetet vázolt az előbbi versekben, mégpedig arról beszélt, hogy a törvény, akár az kinyilatkoztatott törvény, akár bármilyen más emberi törvény, nyilván addig kötelezi az embert, amíg él. Ha már meghalt valaki, akkor nyilvánvalóan nem kérik már tőle számon az evilági kötelezettségeit, vagy jutalmat sem kap nyilvánvalóan, ha csak nem valami posztumusz kitüntetést, de amíg élünk, addig van lehetőségünk a törvény útját járni, illetve addig van lehetőségünk érdemeket szerezni. Az evilági síkról, ami magától értetődő és egy alapvetően jogi kérdés az ember életében, a törvény mindenkit addig kötelez, amíg él ebben a földi életben, amíg evilági dolgait tudja rendezni. Hozott egy példát is az apostol a házasságból, kiemelt példa a házassági kötelék fennállását említette az apostol, ami ugyancsak addig áll fenn, amíg az ember él, illetve amíg a házastársak élnek, mind a ketten, ha az egyikük meghal, akkor a másik számára is feloldódik ez a kötelék, és akkor aki megözve gyűl, az szabaddá válik a házasságkötés szempontjából, tehát újra házasságot köthet más valakivel. Ezt az emberi példát szélesíti ki Szent Pál apostol, Jézus Krisztus és az egyház kapcsolatára, a megváltó Jézus és az ember kapcsolatára, és más síkra helyezve beszél arról, hogy Jézus Krisztusban és vele együtt, az ő áldozatával együtt meghaltunk a régi törvény szemléletnek, meghaltunk annak a szemléletnek, miszerint a törvénynek a leírásai, szabályai kötelezik az embert. Az a fajta gondolkodás, amely az Ószövetséget jellemzi, hogy a törvény szavait, a betűjét meg kell tartani, ez megszűnik Jézus Krisztus megváltó halálával. Mert az Úr Jézus, amikor megváltotta az embert, akkor új élethelyzetet teremtett. Amikor az Isten fia meghal a kereszten, és eltörli az ember bűnét, és lehetőséget ad arra, hogy az ember a szabad akaratával elszakadjon a bűntől, korábbi életétől, hogy, ahogy az első részben gondolkodtunk, hogy új életet kezdhessen, akkor
ezt az új élet lehetőségét megkapjuk, és már nem a törvény által, hanem Jézus által lehetünk kedvesek Isten előtt, nem azáltal, hogy a törvény szabályait, betűjét megtartjuk, hanem azáltal, hogy hiszünk az Isten fiában, és hozzá kötjük az életünket. Az apostol azt mondja, most azonban miután meghaltunk annak, ami fogva tartott minket, és itt a törvény fogságáról beszél, mármint arról, hogy a törvénynek a szabályai kötelezték az embert, és annak a pontos betartása volt szükséges ahhoz, hogy az ember Istennek tetsző életet éljen. Most már nem ezek a külsőségek, nem a szabályok határozzák meg azt, hogy ki kedves Isten előtt, hanem az ember belső világa, szeretete, önátadása, és kiváltképpen a megváltó Isten fia iránti bizalma és elkötelezettsége. Most azonban miután meghaltunk annak, ami fogva tartott minket, ez az ami a törvény, vagyis kikerültünk a törvény hatálya alól, úgyhogy a lélek adta új életben szolgálunk, nem pedig a betű szabta régiben. Tehát Jézus Krisztus halálával megszűnik egy korábbi állapot és egy korábbi szempont, ami a törvényhez és annak betűjéhez kötötte az ember Isten előtti állapotát, Isten előtti kedvességét, vagy pedig az embernek a kárhozatát. A törvény betűje már nem tesz tisztává, kedvessé vagy romlottá, hanem egyedül az emberi lélek, a szívnek az odaadása az, ami meghatározó abban a tekintetben, hogy ki kedves Isten előtt, ki jár az ő útján, és ki az, aki viszonozza az Istennek felénk áramló szeretetét. Ezek a gondolatok nyilvánvalóan fejtörőek, vagy sokszor nehéz, vagy nehezen emészthető eszmefuttatásokon keresztül jutunk el az üzenet megértéséhez. Úgy érzem, hogy a mai alkalom is kínált néhány ilyen fejtörő és nehezen emészthető gondolatot. Minden esetre az apostolnak a logikája tiszta, és a logikai lépései is követhetőek. Mi is így próbálunk megértésre jutni a rómaiakhoz írt levél éppen 7. fejezete tekintetében. Tehát, ugyanígy ti is, testvérek, meghaltatok a törvény számára, Krisztus teste által, hogy másé lehessetek. Ebben a mondatban még az előbbi példa, a házasság példája folytatódik, amikor meghal egy házastárs, akkor az itt maradt fél, az szabaddá válik. Krisztus testében meghalt a régi ember, meghaltak a régi szokások, nem szűnt meg ugyan a törvény, hanem a törvény szemlélete az, ami már idejét múltá válik, és amelynek meg kell halni, a régi szemlélet számára kell meghalni, mert nem a törvény által leszünk kedvesek, vagy a római levél első részeiben, vagy fejezeteiben már sokat elemzett megigazulás fogalma is itt szerepet játszik. Tehát nem azáltal igazul meg az ember, hogy betartotta a törvényt, hanem a lélek, a szív hódolata által válik az ember igazzá és kedvessé Isten előtt. Tehát a törvény szemléletének meghaltunk, hogy
másé legyünk, felszabadultunk a törvény szolgasságából, hogy Jézus Krisztusban éljünk, hogy az életünket hozzákössük. Ő lett az egyháznak az új jegyese, ő lett az új szövetségi népnek a jegyese, és hozzákötve az életünket, így élhetünk Istennek tetsző módon, így tudunk valóban új életet kezdeni, és igazolni az Isten iránti szeretetünket. Kedves nézőink, kedves érdeklődők, köszönöm a mai figyelmüket. Ismét elnézést kérek, hogyha nehezen emészthető gondolatokat tártam föl, vagy esetleg olyan stílusban vagy okfejtéssel közelítettem meg a kérdést, amely nem volt könnyen érthető, de mindenképpen fontos áttörni magunkat ezekkel a logikai lépésekkel a megismert szöveg üzenetén keresztül, és próbálunk így a mondani való megértéséhez közeledni. Remélem, hogy sikerült néhány gondolatot kiemelni a mai okfejtésünkből, amely kedves nézőink lelki hasznát, javát szolgálja. Továbbra is ajánlom szeretettel a Rómaiakhoz írt levél egyéni, személyes olvasását is. Vegyük elő a Szentírásunkat, az Új Szövetséget, és olvassuk át újra a 7. fejezet első 6 versét, amivel ma foglalkoztunk, és így talán fel tudjuk idézni a most hallottakat, és újra közelebb kerülhetünk ahhoz az üzenethez, amit számunkra ez a levélrészlet ma közölt. A Lélekemelő című vallási műsorunk végén a Jóisten áldását kérem minden kedves nézőnk életére. Szeretettel búcsúzom, remélve azt, hogy folyamatosan és ismételten találkozunk itt a Lélekemelőben. A katolikus köszöntés legyen az én búcsú szavam a mai alkalomra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!